szobor által hidegkúti szellemisége is megjelenik. Én túlzás nélkül azt gondolom, hogy most lett kész a stadion. Hát az új hidegkúti Nándor stadion abban a pillanatban attól a pillanattól van kész, hogy a névadó, a magyar sport egyik csodálatos alakja, a magyar labdarúgás egy tündöklő csillaga, a magyar olimpizmus történetének egy óriása, egy igazi nemzeti hős névadóként szobrot kap az új csodálatos stadionunk előtt. És ma pont a stadion felavatásának, birtokba vételének a 7. születésnapján elérkezett ez a pillanat. Tehát azt kell mondanom, hogy ezek az október 13-ák így MTK elnökként nagyon bejönnek nekem. Bár ez ma éppen 13-a péntek, de lám-lám ékes száfolata ennek a babonának, hogy ez minden alapot nélkülöz. Teljes lett a stadion, ez így illik, ez így jár. Talán azt is mondhatnám, hogy 21 éves adósságot pótoltunk. 21 esztendővel ezelőtt hunyt el 2002-ben hidegkúti Nándor. Természetes volt egyből, hogy róla nevezzük el a stadiont, a régit. Nyilvánvaló volt, hogy az új stadion is hidegkúti Nándor stadion lett. Hát az is a neve, új hidegkúti Nándor stadion. Többször futottunk neki, hol ezért, hol azért, hol amazért. Nem tudtunk eljutni eddig a csodálatos pillanatig, ahova ma eljutottunk. Sándor Csikar bátyánk szobra egy klasszikus stílusban készült szobor, ez egy kortárs szobor, nagyon-nagyon igényes munka a művész úr Mónus Áronnak a teljesítménye. És ami különösen tetszik, hogy én érzem olyan szerencsés MTK-sként, akik találkozhatott még életében sokszor is hidegkútival, mondom, hosszan beszélgetni vele, hogy a szoborból árad hidegkúti szellemisége, személyisége, árad a magabiztossága és az önmagával kapcsolatos kétségei, árad a sikeresség és árad a siker alázattal történő elviselése, hogy itt nem csupán hidegkúti szobra, hanem a szobor által hidegkúti szellemisége is megjelenik a új hidegkúti Nándor stadion főbejáratánál.